Köszöntöm a nézőket! A nyár folyamán jelentősen átalakult Magyarországon a hulladék gazdálkodás. Ennek kapcsán stúdiónk vendége most Fekete Zoltán, a Végül Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Köszöntöm a stúdióban! Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a nézőket! Ugye a Végül foglalkozik Salgótarjánban, illetve a környező településeken a hulladék kezeléssel elsősorban. Hogyan érinti a céget ez az átalakítás, ami egy igen jelentős változás lesz így a következő évekre, évtizedekre vonatkozóan? Nagyon jó és találó jelző a jelentős. 2023. július 1-től teljesen gyökeresen megváltozik a hulladékgazdálkodás rendszere. Korábbi időszakban helyi önkormányzati kötelezően ellátandó feladat körbe tartozott. Ezt júliustól a MOHU ZRT, a MOL leányvállalata végzi. Ők pedig állami feladatkört 35 évre koncesszióban nyertek el. Leginkább az átalakulásnak, illetve az átalakításnak az volt a célja, hogy az uniós normatíváknak, előírásoknak, azaz 2035-re meg tudjunk felelni azoknak a rendeleteknek, törvényeknek, illetve normatíváknak, amiket az unió minden tagállamára előír. Ez azt jelenti, hogy 35-re el kellene érnünk azt, hogy az összes visszagyűjtött, begyűjtött hulladék 65%-át újra hasznosítsuk, illetve a lerakóra, magyarán a depóba, a földbe, így talán egy kicsit egyszerűbb ez a megfogalmazás, legmagasabb szinten 10%-ban kerülhet a hulladék. És hol tartunk most ehhez képest? Mert valószínűleg nagyon messze vagyunk még ezektől a számoktól. Van hova fejlődnünk. Ezeket a előírásokat egyébként jelenleg sem tudja még az összes uniós ország teljesíteni. Skandináv országok, illetve Németország az, akik megközelítik, vagy esetleg már ettől egy kicsivel magasabb szinten is tudják teljesíteni. Hát nálunk ott kezdődik az alapvető probléma, hogy az elkülönített gyűjtés, azaz a szelektív hulladékgyűjtés nagyon gyerekcipőben jár. A MOHU-nak van egy terve, hogy 5 éven belül a nemzeti alaptantervbe kerül a szemléletformálás, szemlélettudatos oktatás. Én azt gondolom, hogy erre nincs 5 évünk, tehát ezt valószínű, hogy előbb el kellene kezdeni. Erre nagyon sokszor és korábbi esetekben más rendszerekben is voltak próbálkozások, de én azt gondolom, hogy a leghatékonyabb dolog ebben, amit elérhetünk, az, hogyha már gyerekkortól, illetve a családokon belül is ez a nevelés megtörténik. Igen, viszont milyen a gyerekek, akik már ezt fogják tanulni, vagy akiknek ez már ugye a szemléleténhez hozzá fog tartozni, mire felnőnek, az ugye több év, vagy akár évtized is lesz, tehát mit tudnak kezdeni úgymond a felnőttekkel, vagy az idősebb fiatalokkal, annak érdekében, hogy ők is már rákényszerítsék magukat arra, hogy szelektíven gyűjtsék mondjuk a szemetet. Igazándiból nem ismeri mindenki a hulladéktörvényt. 2012-ben lett megalkotva. Ez a törvény, mint minden törvény, kötelező érvényű lenne, abban az esetben, hogyha lenne mögötte valamilyen retorzió, vagy behajtás, vagy bármilyen olyan dolog, ami tulajdonképpen rákényszerítené a lakosságot arra, hogy a törvénynek megfelelően kezelje a hulladékát. Én azt gondolom, hogy nyilván nem a legjobb eszköz a büntetés. A legjobb eszköz az, hogyha valamilyen szinten ösztönözve és érdekelté téve kerül ebbe a rendszerbe be a lakos. Erre egyébként a MOL részéről, a MOHU részéről van is egy törekvés. Tehát januártól, elméletileg 24. január 1-től a visszaváltási rendszer bevezetése az szerintem egy nagyon jó kezdet és nyitány. Onnantól a betétdíjas termékek, tehát amiket az üzletben betétdíjjal vásárolunk meg, visszaválthatók, és így nagyon sok műanyag hulladék, üveghulladék, illetve csomagolási hulladék kikerül a hulladék áramból, azaz újrahasznosításra kerülhet. Álljunk is meg egy picit itt a szelektív hulladékgyűjtésnél, mert ugye Salgótarjánban is rengeteg helyen lehetősége van a lakosoknak arra, hogy a szelektív szigetekre elvigyék a szelektíven összegyűjtött hulladékukat, de hogy azt tapasztaljuk szerintem mindenki, aki jár kell a városba, hogy azért jó néhány ilyen sziget az nem egészen úgy működik, ahogy annak működnie kellene.
Hát ezt sajnos csak megerősíteni tudom. Valóban. Az a baj, hogy készült erről egyébként egy felmérés, országos szinten a lakosság 25%-a gyűjt szelektíven elkülönítetten. Ez már eleve egy nagyon alacsony szám. De mivel nincsenek rákényszerítve, tehát háztartásonként, családi házas övezetben, vidéki településeken 120 liternyi kommunális, azaz háztartási hulladék összegyűjtése áll rendelkezésre, ezért az emberek nincsenek arra rákényszerítve, hogy csökkentsék a hulladékuk mennyiségét, és a legjobban egyébként csökkenteni pont azzal lehet, hogyha szelektíven kiválogatom belőle azokat a dolgokat, amik újra hasznosíthatók. A kartont, a műanyagot, az üveget, a fémdobozt, tehát azokat a csomagolási anyagokat, amik vélhetőleg folyadékot tartalmaztak, és a legnagyobb térfogatot jelentik. Illetve a díjfizetésben is semmiféle ösztönző erő nincs. Ugye hosszú évek óta rezsicsökkentett díjon fizetjük a hulladék gazdálkodási díját is. Ez már nagyon-nagyon régóta köszönő viszonyban nincs egyébként ennek a valós költségével, ennek a ágazatnak az üzemeltetési költségével. És mi a helyzet azokkal, akik hát valóban nem megfelelően használják ezeket a szigeteket? Tehát gondolok arra, hogy eleve kevesen használják, de nekik azért mondjuk egy részük úgy, ahogy egyébként kellene, viszont sokan vannak olyanok, akik mondjuk a, nem tudom, a műanyag gyűjtőedénybe egyéb, akár kommunális hulladékot is beleraknak, és ezzel gyakorlatilag ugye összeszennyezik az amúgy újrahasznosításra alkalmas szemetet. Sok lakossági fórumon részt vettem, és mindenhol próbáltam az adott kis közösségeket arra sarkalni, hogy egy társadalmi összefogás és egy szemléletváltás nélkül igazándiból ez nem fog működni. Ugye a hulladék, szelektív hulladékgyűjtő szigetről azt kell tudni, hogy a törvényben is benne van, hogy ez egy őrizetlen hely. Igazándiból nincs kontroll fölötte. Több településen és Salgó-Tarjánon belül is, de a vidéki településeknél is megpróbálták ezeket a szelektív szigeteket olyan helyre elhelyezni, vagy kijelölni, ahol nem akadályozza a forgalmat, de mégis könnyen megközelíthető. Na most egyik dologgal jót tettünk, a másikkal viszont rosszat, mert hogyha kivisszük ezt egy olyan helyről, ahol nagy a forgalom, és van némi felügyelet folyamatosan szinte a nap minden órájában, akkor még jobban teret adunk azoknak az embereknek, akik ezt nem rendeltetésszerűen használják. Minden település szenved egyébként a szelektív szigetek problémáitól, köztük Salgó-Tarján is. A MOHU elvárása az volt, hogy december 31-éig a szolgáltatási színvonal nem csökkenhet, de mivel párhuzamosan az általunk ellátott 58 településen házhoz menő szelektív gyűjtés is van, és az általunk ingyenesen biztosított szelektív zsák tulajdonképpen korlátlan számban használható, és kihelyezhető a normál gyűjtőedény mellé. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy egy pár szelektív szigetet Salgó-Tarjánban és egy pár településen megszüntettünk vagy áthelyeztünk, nem csökkentettük a szolgáltatás színvonalát, ugyanis a zsákot azt továbbra is ingyenesen biztosítjuk. Nagyon sok problémát jelent, főleg a szigeteknek a környezetének a takarítása is, ugyanis nem, hogy nem odaillő, vagy nem odavaló dolgokat visznek oda, el se tudják képzelni a nézők, hogy mikkel találkozunk, de a építési, bontási hulladék szelektív szigeten történő elhelyezése csak a legkisebb probléma, attól sokkal súlyosabb hulladékgazdálkodási szabálysértések is történnek. Egyébként törvényben elfogadott már, hogy bírságolható, szabálysértés, illetve akár bűncselekmény is lehet a hulladékgazdálkodási szabályszegés. Sőt, a törvény arra is lehetőséget biztosít, hogy az elkövetés eszközét is lefoglalhatja a rendőrség, de tudjuk, hogy egyébként ők is folyamatosan erőforrás hiánnyal küzdenek, illetve nekik is nagyon szűk a büdzséjük, tehát nem igazán tudnak erre kellő figyelmet fordítani. Nagyon sok helyen elhelyeztek kamerákat a szelektív szigetek környezetében. A kamera is csak akkor ér valamit, hogyha az általa készített felvétel felhasználható bizonyítékként, ez sajnos ugye nem lehet a személyiségi jogok védelme miatt. Volt már rá példa, hogy képpel dokumentálva, élő videóképpel dokumentálva
látszott az elkövető, az autójának a rendszáma, és mégsem lett megbírságolva, mert a törvény, a személyiségjogi törvény védi az elkövetőt. Így elég nehéz betartatni a rendeleteket, illetve a törvényt, illetve a társadalmi összefogás, ami még hiányzik itt emögül, tehát az, hogy tényleg próbálják meg az emberek egymást rávenni, rászorítani, rábírni arra, hogy ez értünk van, ez miattunk lett ide rakva, ez nekünk nyújt segítséget, hát nem beszélve arról, hogy a földünket azért én úgy gondolom, hogy védeni kell. És ahol, mert ugye egy-két helyről beszélünk egyelőre város szintjén, ahol megszüntetésre, áthelyezésre kerültek ezek a szigetek, hogy itt milyen változás történt, tehát látványos az előző állapotokhoz képest a javulás? Igen, mindenféleképpen pozitív tapasztalatokról tudok beszámolni. Természetesen azoknak, akik ezeket a szigeteket korábbiakban is rendeltetésszerűen használták, azoknak ez most egy büntetés. Ellenben akik lomhulladékot, építési hulladékot, háztartási hulladékot helyeztek el rajta, azoknak ez egy megszűnt lehetőséget jelent. Nincsenek illúzióim, tehát ezek a hulladékok aztán máshova fognak kerülni, vélhetőleg másik szelektív sziget mellé, vagy másik konténerek mellé, de két sarkalatos pont volt egyébként a városban, ahol a városvezetés úgy döntött, hogy ennek véget kell vetni. Az egyik az északi, illetve bejárata a városnak, ez a 21-es főút Somoskő irányába, tehát a határállomás irányába vezető szakasz, ott a gyerektábornál volt egy ilyen szigetünk, ami folyamatos problémát okozott, illetve a város másik délkeleti részén lévő sziget volt, az is a város bejárata, tehát nem gondolom, hogy az egy normális dolog, hogy megérkezik valaki egy adott településre, és ezzel szembesül rögtön. Tehát ez szerintem mindenféleképpen helyes döntés volt, hogy ezek a szigetek megszüntetésre kerültek. A lakosoknak fel lett hívva a figyelme arra, hogy zsákhoz ingyen jutnak hozzá. Mindkét megszüntetett szigeten táblával hívjuk fel a figyelmet arra, hogy bármi nemű hulladék lerakása tilos és feljelentést von maga után. Én azt gondolom, hogy tudomásul vették a lakók, és ott azóta megszűntek a problémák. Térjünk egy kicsit még vissza a hulladékgazdálkodás átalakítására. A lakosság ebből mit fog érzékelni, vagy mit érzékel akár már most is? Ugye itt volt szó arról, hogy január 1-től majd több terméket lehet majd betétdíjasan visszaváltani, de hogy ezen kívül mi az, ami konkrétan a lakosságot érinti még ebben a változás tekintetében? Ugye ez az első időszak, az az első fél év, ami most a MOL kezdeti időszaka, ez nekik is egy tanuló időszak, nekünk is egyébként a szárnyaik alatt. Teljesen átalakult a rendszer, ahogy az elején ugye ezt leszögeztük, legfőképpen azért, mert eddig a hulladékgazdálkodás ellenszolgáltatási díját az NHKV-tól egy komplex rendszer után kapta a cég. Most pedig tehát lerakót üzemeltetünk, létesítményeket üzemeltetünk, gyűjtünk, szállítunk, egyéb tevékenységet folytatunk, tehát igazándiból talán egy kicsit nagyobb rálátásunk van arra, hogy mi az, amiből a cég jobban tud profitálni, mi az, amit meg kell erősíteni, mi az, ami egy kicsit lemaradott a térségünkben, úgyhogy ebből a szempontból nekünk ez mindenféleképpen jobb. Talán azt is egyszerűen fogalmazva azt is mondhatnám, hogy legalább most már tudjuk, hogy mit miért csinálunk és mennyiért. Ez a korábbi időszakban abszolút nem volt jellemző. A betétdíjas termékeknek a bevezetésével, mint mondtam, nagyon sok hulladék el fog tűnni a hulladékkörből. Tehát egy csomó csomagoló anyagért tulajdonképpen már nem kell mennünk, nem kell szállítanunk. A későbbi tervei egyébként a MOL-nak az, hogy le fogja csökkenteni vélhetőleg a kommunális hulladéknak a szállítási gyakoriságát, és föl fogja húzni, tehát ezzel párhuzamosan meg fogja növelni a szelektív hulladéknak a gyűjtését, sőt, januártól bevezetése kellene, hogy kerüljön, de erre nem sok esélyt látunk, a biohulladék, azaz az ételmaradék elkülönített gyűjtése is. Ez is egyébként egy uniós normatíva,
ígéretekhez képest azt látjuk most a rendszerben, hogy el fog valószínűleg indulni országosan, de még egy ilyen kisebb számban, tehát lehet, hogy a hulladékudvarokon lehet majd leadni, lehet, hogy lesznek ilyen mobilállomások, ahol le lehet adni, tehát még ez nem forta ki magát igazándiból ez a rendszer. Ugye erre speciális gyűjtőedény kell, speciális gyűjtőautó, fermentálókba szállítják ezeket a hulladékokat, tehát ez nem egy egyszerű kezelési mód, itt azért a lebomló fehérjéknek bizony van szaga. Gondolkodtunk rajta mi is egyébként, hogy ezt hogy lehet egyébként kezelni, például egy társasházban, egy bérházban, ahol van 100 lakás, és közös szemétledobón keresztül megy egy konténerbe a hulladék, na ott erre túl sok esélyt nem látunk, illetve van még egy lehetőség rá, hogy ott külön edénybe a lakos leviszi a szemétállóba is külön gyűjti. De mondom, ez még igazándiból csak ilyen elképzelési síkban mozog, tehát még ez vélhetőleg januártól nem lesz bevezetve. De a MOL-nak az a célja, hogy ezeket a tervszámokat elérje, és ezért ő mindent meg fog tenni, én úgy gondolom, mert neki is az a jó, hogyha a haszonanyagból, mint a nevébe is benne van, hasznot tud termelni, és nyilván itt lesz egy árés, tehát amennyiért ő visszavásárolja és eladja, között lesz neki egy bizonyos százaléknyi nyeresége, neki az a célja, hogy ezt elérje. Tehát akkor összefoglalva, a hosszú távon komoly változásokra számíthatunk majd ugye a hulladékkezelés kapcsán, hogy minél inkább, minél több mindent szelektíven gyűjtsünk, és minél többet újra tudjunk hasznosítani, de jelen pillanatban még egyelőre a lakosság ebből nem sok mindent tapasztal, így a napi szinten nézve. Így van. Tehát ugye cél is volt, hogy ne legyenek rögtön drasztikus változtatások, hanem szépen a fokozatosság elve alapján változzon meg ez a rendszer. Ugye az elvárás az volt, hogy december 31-ig ne változzon igazándiból semmit, tehát se a járatsűrűség, se a szolgáltatási napok száma, tehát a régóta megszokott módszerrel, dolgok szerint folyik a begyűjtés, illetve az ártalmatlanítás, illetve július 1-től kint a hulladéklerakón Csókáspusztán, a 15-16-ban megvalósult pályázatban létrehozott szelektív válogató csarnokban duplájára növeltük a munkát, tehát ott eddig egy műszakos munkarend volt, most már két műszakban dolgozunk, és még a két műszakos munkarendet is meg fogjuk egy picit most talán erősíteni. Tehát nekünk is az a célunk, hogy minél több hulladékot tudjunk leválogatni, és elkülönítetten haszonanyagként tovább adni a MOL felé. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor igazándiból sok sikert kívánok ehhez az új átalakuláshoz, az új feladatokhoz. Nagyon szépen köszönöm.